másodpercet kérdés, és elindul a 18. Forma 1-es Magyar Nagydíj. Schumacher vagy Montoya? Schumacher vagy Montoya? Piros lámpák kigyulladnak, 5-7 másodpercen belül elalszik. És most elrajtol Schumacher mondta, négy tudám el 30 után, Schumacher mondta, a Schumacher fizikál ott marad a rajtrácson, Giancarlo fizikál a versenyének vége, Giancarlo fizikál a versenyének vége, és Schumacher eljön, azt a mindenit, a pácska atyám uram, Schumacher eljön, még 68 körül a hátra, és elképesztő, most kezd izgalmasá válni a verseny, most izgalmas a verseny, ugye Gábor? Ugye, Laci? Na és mi a véleményed a versenyről? Na, de kemény ez a magyarod, de kemény! Valamit átépítették, ugye? És ha már itt tartunk, mit kell tudni a pályáról? Nos, már egész fiatalon tudtam, hogy a médiában szeretnék dolgozni, és elvégeztem egy-két... Bocsáss meg, de nem a te pályádra vagyunk kíváncsiak, hanem a Hungaroringre. Ja, igen. Idén tettünk bele egy gyorsító, meg egy lassító szakaszt, így a felgyorsulás után rögtön le is lassulhatunk, és ez azért jó, mert... Ezt gondolom nagyon érdekes, bizonyára a nézők is csüngenek az ajkaidon. Tudnál még valami meglepőt is mondani? Hi, atyám uram, az első kanyar körbenesítették, a siker kirobbanott. Ez volt a legkeményebb kanyar, amit valaha láttam. Ez többenet. Köszönöm ezt a meglepő kitárulkozást. Na és már is vissza a futamhoz. Ha jól látom, az Baumgartner Zsolt. De most nem látom! Nem látom! Hát úristen, hát hova tűnt Baumgartner Zsolt? Hát hova tűnt Baumgartner Zsolt? Ezt légy szíves, hagyd abba, jó? Rendben. Na, Finn, Kimi Räikkönen most ért basztán a kanyarba, és... Kisodródik, de még mennyire kisodródik. És Kimi Räikkönen a kavicságyon! Kimi Räikkönen a kavicságyon! De a verseny nem állott meg. Itt viszont Baumgartner Zsolt egy helyen előbbre kerül, már csak 17 versenyzőnek kell kiesni. És a Zsolt még megnyerheti a futamot. Megnyerheti Baumgartner Zsolt. Na, a kis Alonso lekörözte a félmezőnyt már. Ez meglepetés? Mindenképpen. Ez a mai futam a meglepetések versenye. És most úgy látom, egyelőre minden jól alakul. De hát látom, ha oda nézel, hogy történik valami. Igen, odalent valami történik. Hát persze, odalent történik maga a verseny. De most, mintha valami baj történt volna. Hatalmas Finnnek egyre kisebb az esélye. Egyre kisebb az esélye. Vége, kiesett. Te nagy pofon ez a Forma 1-nek. Egyre nagy pofon, és Baumgartner Zsolt is eltűnt. Talán ott lesz valahol. Hova tűnt Baumgartner Zsolt? Hova tűnt Baumgartner Zsolt? Megígérted, hogy ezt nem mondott többet. Jó, de olyan jó érzés végre egy magyar embert nem látni. És ez a körállom Zoé volt. És már is jön az újabb kör. Ki lesz a következő kör? A következő kör az enyém lesz. És ez már a 35. kör. Úristen, mi történik ott lent? Úristen, mi történik ott lent? Úgy látom, hogy Baumgartner Zsolt kocsia leállt. Miért állt le Baumgartner Zsolt kocsia? Miért állt le Baumgartner Zsolt kocsia? Szerintem műszaki hiba vagy. Nem úgy látom. Igen, Zsolt kiszáll és keresztül a zsabiben. Vajon mit? Igen, egy zseton. De sajnos nincs több nála. Így Zsolt számára befejeződik a verseny. Kiszáll az autóból és szemmel láthatóan. Illetve nem láthatóan, mert hogy eltűnt. Baumgartner Zsolt ismét eltűnt. Tehát hova tűnt Baumgartner Zsolt? Hova? Igen, mondtam, hogy ezt nem mond többet.